Minden egy átlagos szilágyis napon kezdődött. Az átlag még mindig sokatmondóan 4,4 volt, az épület is ugyanabban az unalmas sárga színben pompázott, Robi előtt a sor még mindig az aula közepéig állt, és a wifi ugyanúgy használhatatlan volt. Közeledett az osztálykirándulás. A 11. D osztályban is épp erről folyt a beszélgetés. Ki kellett találniuk, hogy hova utazzanak. Na, hogy sikerült a biatlagátok? Hát, kettes meg lesz. Puskáztam az egészet. Én nem másoltam Fanniról. De hülye, ő más csoportot írt. Komolyan? Faktus csak átírtam. Basszus! Gratulálok. Mindegy, gyerekek, beszéljünk komolyabb témáról. Hova menjünk osztálykirándulásra? Külföldre egyértelműen. Imádok repülőkön pisilni. Ne túrázni. Most a Lufthansa nagyon helyes segédpilóta van. Gyerünk befelé! Cicám, mondhatnál valami újat is, na de ez születés óta megvan. De jó van, menjél, úgyis csak az osztály kirándulásról lesz szó. Van valakinek valami jó ötlete? Tanár, menjünk már a Svájcba. Minek? Az úgyis egy vagyonba kerül. Meg ha így tanulsz pár év múlva, úgyis ott kötsz ki takarítani. Na, van valakinek valami egyéb értelmes ötlete? Na de tanár úr, megérdemli az osztályunk. Sorra nyerjük a versenyeket, bioszkémia dolgozatunk ötösök. Ez mekkora hazugság. Mi van már kicsi bolha? Mit pattogsz? Neked is elment az eszed? Na már tanár úr, menjünk már! Menjünk már! Nektek elment az eszetek. Hegyekbe bele, úgyis meghalnátok. Meg azt, hogy hová menjünk, az csak egy költői kérdés volt. Na, viszlát. A 11D bemutatja. Segvivers. Viszlát! Tamás, már vártalak. Esküszöm, leálltam már vele. Ganja Tamásnak már vége. Most nem erről van szó. Az osztályodról akarok veled beszélni. Akkor ne feledd, Tamás, amit mondtam. Másnap. Szerintetek elenged osztálykirándulás? Én nagyon remélem. Hát jó lenne. De már kéne egy jó osztálykirándulás. Ott jön tanár úr. Mit keresik? Na, sziasztok! Jó napot, tanár úr! Jó napot, tanár úr keresi. Itt a pénz. Aztán menjetek kirándulni oda, ahova akartok. Tanár úr, nem jön velünk? Én rendes túrára megyek. Ez rengeteg pénz. Na csá! Gyerekek, nézzétek meg. Hova menjünk? Beszállás!
Jaj, már megint jönnek, nem hiszem el. Kicsit gyorsabban! Igen, igen, köszönöm! Jó napot kívánok, kedves utasaim! Guten Tag, good morning, buenos dias, esetleg még valaki, valami nyelvet, jó, nem mindegy. És akkor most tekintsük át az esetlegesen kialakuló vészhelyzet esetén, mit kellene tenni, jó, fölösleges, vagy valakinek valamilyen kérdése lenne, nem jó, köszönöm. Hogy megnyugtassak mindenkit, repülő még nem maradt fent, 600 repülőből 599 lezuhant nálunk, azt hiszem, de mi az 1% vagyunk, nyugodjanak meg. És hogy még mit kell elmondanom? Ja igen, a túléléshez szükséges csomagokat a szék alatt találják, amit mindjárt meg is mutatunk. Nézd már meg! Köszönjük szépen, hogy a Segbivers járatát választották, kérem máskor is tartsanak velünk. Jó utat kívánok! Üdvözlöm a kedves utasokat, remélem mindenki egyben van, az asszisztensek mindenkinek segíteni fognak, és kellemes utazást kívánok innen. A few moments later. Zsombor! Zsombor! Csontos! Jól vagy, ugye nem tört csontod? Úristen, te vérzel! Nem láttad a többieket? Ott hol vannak? Vannak? Ott vannak hol? A többiek. Valaki segítsen! Közben. Jaj, adok neki gyógyszert. Hát te mit csinálsz, Tomi? Miért nem jöttél segíteni? Én? Hát azt hiszed, összekoszolom az új pólómat? Most vettem. Most ez komoly, Tomi. Igen. Ágós barom. Ó, Isten.
Nézzétek, ott vannak a többiek. Gyerünk oda. Jól vagytok? Minden oké? Nem sérült meg senki? Egyáltalán nem vagyunk jól. Itt vagyunk a semmi közepén, és nem tudjuk, mi lesz velünk. Fejezzétek már be! Csak nyávogni tudtok. Egy évet túléltünk bioszfakton, ezt is túléljük. Jól beszélünk. Ezt biztos Tom-Tom küldte. Biztos, hogy nem. Ez Dóci volt. Ó, Dóci. Hogy hiányolhat már minket? Eközben Dóci. Na gyere, Martinkám, ígyunk egyet az egészségedre. Mi az a nagy bánat, tanár úr? Talán nem megy a biznisz? De a bizniszok mindig megy. Nem azzal van a baj. Hát akkor meg nem láttam már magát ilyen szomorúnak az esküvője óta. Nem, csak tudod, itt van ez a 11D. Hagyján, hogy átse öltöznek, nem járnak be órára, de már több mint egy hete elmentek osztály kirándulásra, és nem jöttek vissza. Érted? Ez a legnagyobb baj. Hát értem, cink, hát. De tanár úr, nézze az élet habos oldalán. Ha most ők ott lennének az órán, mi nem lehetnénk itt? Igazad van! Egészségedre! 17 éve ugyanazok a szelek fújnak a szerelmük. Közelednek a diáknapok, eltűnnek a 11-es osztályok, és a tesi tanárok kényesek. Szerintem ez nem lehet életlen. Biztosan valami befolyásos ember keze állhat ennek a hátterében. Most, hogy mondod így, igazad lehet. Múltkor láttam egy nagyon-nagyon furcsa dolgot. Igazgató úr nekem nagyon gyanúsnak. Akkor szállt ki Tamásnak az autójából, és nagyon feldúrnak tűnt. Lehet csak bizniszeltek. Tudja így, fű az. Hát mindenki ismeri Tom-Tom négyet. Igazad van, Martin, amúgy tudok én a mocskos kis tetteikről, de itt nem erről van szó. Múltkor már nekem is van. Valószínűleg valami egészen más. Most érzem. Hát de akkor most mit élő pedünk? Ilyen, nyomozzuk ki! De előtte még meghívsz egy körre? Hát tanár úr, tudja, ez olyan, mint a válogatottnak a VB szereplés. Miért? Az milyen? Hát, rohadtul esélytelen. Три полоски, хаджбас тусовки, Адидас кроссовки. Три полоски, наш там наш полоски, три зачетных соски. Menj már! Na? Gyerekek, ezen van egy üzenet. Mi az? Melyeket lejátszom. A Segwayvers MR23-as járat kapitánya vagyok. Ez az üzenet az utolsó reményetek, ugyanis meghalljátok a következő tényárfen. A gép lezuhant. Innentől közvetlen szólatok a túlélés. Első dolgotok megtalálni a helyesetet, mely egyébként a koordinátái. Szeg 4.4.3xd. Na, hallottátok, akkor induljunk el. Na, menjünk. Merre induljunk? Arra. De merre? Nekem mindegy, menjünk. Arra mutatja a térkép, gyertek. Jó. És mivel, ha benézted?
egy lépés se tovább. Oh, hello. Dr. Csontos vagyok. A csontritkulás gyakori jelenség manapság. Ezért érdemes gyerekkorban megelőzni. Oh, hova is tettem? Ő itt a mi D-vitaminunk. Szedje ön is velünk április 6-án. Csak egy X-be kerül. Csontok. Egy lépés se tovább. Tanár úr, maga mit keres itt? Most ne szólíts így. Más feladatom van. Még a végén élve kijuttak az erdőből. Ez biztos tanítom, mivel ki másik. Ez volt a terve. Szerintetek miért nem akart velünk jönni a repülőre? Mert egy sunyi állat, és utál minket. Hát mi is őt? Tanár úr, vigyen már haza minket, mert már nagyon elegem van. Légy szíves! Na. Elég a nyavajgásból. Mars innen, ha kedves az életetek. Srácok, van egy ötletem. Gyertek. Átvirrasztott éjszakák, százal nem mondott szó. Ne! Most már ez vagyok én. Ne! Ne! Egy süllyedő hajó. Ne! Még nem veszíthetem. Nem. Srácok, most kapjátok el. Megmondja, hogy hogy jutunk ki? Soha. Niki! Még nem veszíthetek! Mondja meg! Még mondja nem! Mondja meg! Én élni akarok! Jó, rendben! Rendben! Üsse be! Kapjátok el! Niki! Még nem veszíthetek! Nem! Jó, megvan! Gyerünk, kössétek ki! Kész! Gyerünk, megvan az útvonal! Szia, Tamás! Szervusz! Mi újság? Régen láttam. Volt már aratás? Miféle aratás? Már rég leálltam róla. Ja, persze, én már magas vagyok. Martin, gyere, légy szíves! Mi van? Na. Na Tamás, mondjad csak, hol vittél a 11D-seket? Fel kéne mérnem a guggolást. Mit tudom én, elküldtem őket a pokolba. Kirándulni Svájcba vagy valahol. Na, Svájcba, mi? Aha, Martin, mutass csak a képeket. Ezeket honnan szerezted? Minden tudok róla, Tamás. Csak persze kérdés, és minden kikerül az internetre. Te meg mehetsz a sitre. Na jó, figyelj, fejezzük ezt be. Elmondom tényleg, hogy hová mentek. Ádám, biztos jó irányba megyünk? Hát, térkép szerint igen. Koncsos ezt ütötte be. Jó. Gyerekek, nem állunk meg pisilni, már nagyon kell. Yeah!
történt? Összetört. Így hogy jutunk ki? Szűz, Mária! Meg fogunk halni! Úristen! Úristen! Mondtam, hogy megdobjunk. Hogy fogunk innen kinyitni? Csontos, nektek mindegy, adjuk fel. Van itt, ahova mész? Megdögleni! De nem megy már a hegymára! Úgyis meghalnám! Gyerekek, ez így nem jó. Együtt kell maradnunk. Igazad van. Keressük meg. Keressünk. Ezt itt is hagyhatjuk. Úgy csak el már. Panni! 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 Érték? Hol van? Van. Nézzétek, ott van! Úristen! Várj már, még lehet él! Várj már, még lehet él! Nézd már, meg van a végzése! Adjuk meg! Hallottátok? Micsoda? Ez olyan ismerős duda volt. Dóci! Eljött értem! Mi? Izu Hudson! Itt van Dóci papa, gyerte! Gyertek már! Till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? Találunk! Hát azok mit keresnek itt? Értedek, jöttünk gyerekek! Csak itt bocsival, Svájcba? Milyen Svájcba, hülye gyerek? Itt vagyunk kint Tárkányba. Hogy mi? Tárkányba? Hát nem Svájcba utaztunk? Nem lezontunk egy repülővel? Svájcba? Juhász Tamás tanár úr büszke lenne rátok, meg a földrajzi tudásotokra is. Tudtam, megmondtam, hogy tomtom. Nem, gyerekek. Ebben az igazgatónak a keze van. Annak idején, amikor ő diákot osztott, a 11 díjat nyerték meg. Azóta nem tudta kihevelni ezt a dragomat. Azóta, évről évre, mindig a diáknapok előtt eltűnnek a 11 díjas osztályok. De eddig még senki sem került elő. De ti túlélők vagytok, és megmenekültek általam! Na és Tom, ő is részese ennek, ő küldött el minket ide. Nem, ő csak egy bábó volt. Na mindegy, elég is a dumából. Fel kell még mérni a guggolást. Gyertek! Akkor menjünk inkább vissza. Hol az a medve? Ha most túl akartok élni, vagy nem? Gyerünk! Végül pedig visszamentek felelősségre vonni a valódi tettest. Vége. We'll be right back.
Segítsen már valaki! Valaki! Nézzétek, ott vannak a többi. Nem láttam már ilyen szomorúnak. De miért nem szólsz, hogy megy? Szóljál. Megy. Tárkányba? Hát nem Svájcba mentünk? Nem lezuhantunk egy repülőbe? Jó, most jelkém? Igen. Milyen Svájcba, hülye gyerek? Itt vagyunk a... Svájcba? Juhász Tamás tanár úr büszke lenne rátok, meg a földrajz tudásotokra is. Miért vágsz közbe? Na. Apu egyszer volt, hogy kiszállt, azt így megtartta az indeket.